Nahali, üdv a Valiant végigjátszásában, 10. pálya, Candle Cove. Requiemet ígértem, Valiant lett belőle, de majd részletezem, hogyha kijön a Requiem 24-es pályája, akkor meglátjátok, hogy mi volt az oka. Wow. No! Nyugi. Oké. Na. Gyerünk fel. Lőjük le a Mankibuszt. Ó. Kakó is az útban van. Na. Hol lett a shotgunner? No, itt a másik. Wow, micsoda rossz kezdés. Mancubus pont oda ment, ahol a sörétek vannak. Na majd csak. Na, végre. De elhasználtam az összes kék armoromat szinte. Na, rakétát nekik. Meg oda is. Na. Persze, hogy jött egy arachnorb. Na. Eljönnél onnan? Hát, ez nagyon furán indul. Na. Jó, még a kék armoromat kicsit megtartom. Jó. Hát hogy talál el? Na. Ott egy Mancubus. Mancubus meghalni. Na, ilyen nehézkesen még nem indult pálya. Wow, nem halt meg. Oké, ott egy kakó is. Jó. Gyerünk el erre is. Ott is sok arachnorb. Na. Hol van? Jó, arra nem nagyon szeretnék még elmenni, vannak chaingunnerök, van még health. Minden healthet föléltem. Az szép. Egy... Na. Még ezt se tudom kikerülni. Ó. Na gyere ide. Jó. Na végre van egy kis health. Jó, na. Végre sok rakéta. Uff.
Mikor fogynak el már az arachnorbok? Úgy gyerünk ide fel, itt van a Super Chain Gun. Na, így. Jó, legalább a Chain Gunnert lőjük le ott fent. Jó, nézzük, mi maradt még. Ó, igen. Itt van ez a rész. Ó. Jó. Plazma. Na. Akkor szerintem ideje a titkos helynek, az egyik titkos helynek. Így, hova is ide kell menni, nagyon fura teleport rendszeren kell. Ó, nem jó, nem jól csináltam. Na. Milyen dodzsolós képességei vannak a kakónak? Jobbak, mint az enyém, úgy látszik. Na, most keressük meg újból azt a helyet. Itt van. Na. Így. Akkor ide. Ide. És itt azt hiszem csak le kell ugranunk. Nem jó. Újból. Amúgy elég hülye titkos hely. Ide. Na. De miért nem működik? Jó, így. Fal. Másik fal, és most ide. Na végre. Wow, és hogy élem túl az archvile-okat, nem tudom. Oké, egyik megvan, a másik már nem nagy gond. Hol vagy? Na így. Oké. Kapcsoló, és akkor egy megaszféra jutalmunk. Amúgy ez a harc, ez egész jó itt. Csak magát a titkos helyet eléggé bonyolult elérni. Ezt a pályát nem igazán gyakoroltam. Csak végig játszottam egyszer. Jó. Nincs valahol egy védőruha? Jó, gyerünk be.
Annyi sok arachnó. Használjuk egy kicsit a Super Chain Gun-t, mert abból tele vagyunk. Így. Jó, nyomjuk meg a kapcsolót. Jön egy nagy csomó szörny. Pyronite-ok is. Chain Gun szerettem volna. Oké. Most már Super Shotgun. Az armor bónuszokat összeszedem, amíg ideérnek a Pyronite-ok. Van még egy. Jó. Most mi következik? Valahol... Aha, itt a teleport. Jó, óvatosan a menkiuszokat lőjük le. Két oldalról is vannak. Jó, egy kis lőszer. Piros kulcssal még várjunk. Előbb nézzünk el erre. Jó, zöld armorra nincs szükségünk. Van 17 rakétánk. Archwild-ok fognak jönni, hogyha felvesszük a piros kulcsot. Na, nem. Oké. Na, engedj ki! Miért nem tudom lelőni? Tudni, hogy ha vételezek, akkor minden máshogy alakul. Na, gyerünk az Archwild-t lelőni. Másikat is megtaláljuk. Wow, fölélesztett mindent. Pyronite-okat is. Nem szeretnék használni plazmát, mert azt valami másra tartogatom. Az Arachnor beállt arra az egy pontra, mint valami löveg. Nem akart mozdulni onnan. Na. Van itt egy hely, egy kis lyuk. Ó. Oh. Impact. Jó. Van egy berserk. Csak most már az armoromnak szinte annyi. Nem baj. Ez a rész kész. Most mit is kell csinálni? Ki kell menni ide-vissza? Ja, persze, van piros kulcsunk. Ami ide kell. Hopp. Oké, ez is egy veszélyes rész. Főleg ami most jön, azt
hogy is csináljuk? Jönni fog egy Archvile. Várjunk, mi van, ha itt maradok? Aha, ott az Archvile. Na gyere! Így. Jó, hát az Archvilt valahogy ki kellett trükközni. Jó. Kapcsoló, és itt ki tudunk menni. Itt hitscan van főleg, úgyhogy óvatosan. A rakétákra szükség van. Jó, és a kapcsoló kicsit átalakítja a pályát. Oda kell felmennünk. Azon gondolkodom, hogy egy titkos helyet kihagytam az a legeslegelején. Sőt, még ide se ugrottam le. Akkor előbb ez. Így. Ott vannak szörnyek. Várjunk, de oda nem sokára úgyis oda fogok érni. Na szóval, itt menjünk fel most, és... Jó, és azt hiszem, hogy itt fog jó sok ellenfél jönni. Igen. És még itt is jönnek Pyronite-ok. Ó! Ez... Ó, ott egy Imp! Oké. Nem is vettem eddig észre, hogy impek vannak fölöttem. De még mindig van. Jó. Meglepetés. Jó. Nincs armorom. Nézzük csak. Jól van már Imp, nyugi. Mit fogok? Ott fogok kapni. Supercharge-ot, meg kék armort. Meg egy nagyon veszélyes hely lesz. Arra gondoltam, hogy akkor... Szóval... Itt van a... titkos hely, rögtön az elején. Felvehetünk egy supercharge-ot. Jó, na gyerünk vissza fel, és akkor megcsináljuk a pályának a legijesztőbb harcát. Jó, ott kínálkozik a sárga kulcs, de... Sajnos nem tudjuk felvenni. És van itt ez a két szép gödör. Ebbe ugorjunk bele. Így. Jó, és most jön a másik. Vegyük elő a plazmát, és...
nem tudom, kinek az ötlete volt ez a harc. Tessék, itt egy Cyber Demon. Hát jobb a plazmával csinálni, mint a Super Shotgunnal. Legalább valamennyire stunolni tudjuk. Meg ott valamennyire hátra is lökjük, és kicsit több hely marad mozogni. Jó. Wow. Hát akkor fölvesszük a Supercharge-ot. Így. Jó. Felmehetünk vissza most már. És most már felvehető a sárga kulcs is. Jó, itt még jönnek shotgunörök. Nem is csak shotgunörök. Jön más is. Ó, Pyronite-ok is vannak. Jó, azt hiszem, hogy itt van a utolsó itemök. És akkor szórjuk őket meg rakétával. Még egy face rakita végére. Na, így. Hát igen, nem egy könnyű pálya, az biztos, de oka volt annak is, hogy nem Requiem pályát vételeztem. De majd elmesélem, hogy mi történt azon a bizonyos Requiem pályán. Szerintem fölveszek még egy Ancient Aliens pályát is. És na, találkozunk majd ott. Na, ciao!